A konferencián egyetemi hallgatók, illetve egyetemi végzettséggel rendelkező 30 év alatti fiatalok vehettek részt. Megismerkedhettek az Európai Unió működésével, valamint az integrációs folyamattal kapcsolatos tudnivalókkal. Volt egy nagyon jó előadásunk, ahol pontosan bemutatták az EU-t, hogy hogyan működik, hogyan áll össze, és ez volt számomra eddig a legérdekesebb előadás. Az előadók több szakterületet fedtek le. A szombati ülésszakon egyebek mellett szó esett a határon túli együttműködés előnyeiről is. Ezek alapvetően olyan területeken jelentenek hozzáadott értéket, mint például a turizmus, a gazdaságfejlesztés, ipari parkok bővítése, határon átnyúló munkaerőmigráció, de a kultúra, az oktatás területén is hasznos együttműködéseket találunk. Az EU-s integráció folyamatában a gazdaságnak is rendkívül fontos szerepe van. Ezen a téren a Prosperitáti Alapítvány gazdaságfejlesztési pályázatai játszanak nagy szerepet, hangzott el az előadáson. Van lehetőség most már gazdaságfejlesztési program keretein belül, például most kiírt pályázatoknál startup vállalkozás indítására, és a az önfoglalkoztatás támogatása az elmúlt években is egyik központi intézkedése volt a vajdasági foglalkoztatás politikának. Az Európa Kollégiumban megtartott konferencia május végén folytatódik Budapesten. A képzés végén a résztvevők összemérik tudásukat, a legeredményesebb hallgatók pedig júniusban brüsszeli tanulmányúton vehetnek részt.